Január 1-től drasztikusan csökkent a sertéshús áfája, 27-ről mindössze 5%-ra módosították. Ezt a kedvezményt a kereskedők beépítették az áraikba, így a vásárlók is érezhetik a változást. Ennek köszönhető, hogy az első hónapban közel 20%-kal kevesebb baromfi hús fogyott az előző év hasonló időszakához képest. A feldolgozók, reagálva a kereslet csökkenésre, mérsékelték az áraikat. A következményeket már látjuk. Elindult a baromfi húsok átcsökkentése. Ez nem egy elhatározott, ez egy kényszerű lépés volt a feldolgozók részéről, mert ha versenyben akartak maradni a fogyasztók kegyeért, akkor bizony a csirkemellnek, a csirkecomnak és az egyéb baromfi alkatrészeknek is le kellett vinni az árát, ahol látványos és nagyon nagy átcsökkenés következett be az elsősorban a csirkecomb átadói áraknál, és azt tapasztaljuk, hogy ennek a átcsökkenésnek egy nagy részét a kereskedelem viszont megtartotta, nem adta tovább a fogyasztónak. Ma az úgynevezett pecsegyecombot, vagy a faros combot 240-250 forintért adjuk át a kiskereskedelmi hálózatoknak. A felvásárlási árak csökkentek a csirkemellfilé, a csirkeszárny és más baromfi termékek esetében is, de a téli tartás azonban nagyobb költséget jelent a termelőknek. A szakma szerint a jelenlegi közel 15%-os ár, profit és jövedelem csökkenés már nem kigazdálkodható, ezért ha tartósan így marad a helyzet, 2-3 hónapon belül elkezdődhet az egész magyar baromfi ágazat leépülése, tette hozzá Bárány László.